Sziasztok! A mostani videóban mi ez a tartalom mostani videóban? Mostani videóban nem barkácsolni és nem főzni, de sütni fogom. Mostani videóban sütni fogom. Mi is fogok sütni? Nyásos süt nyulat fogok megsütni. Nem fogom. Csak most mai napon először bezetni párcolni a nyulat. Most itt egyik debreceni ismerőre voltam, kaptam vadnyulat. Én most azt szeretném nyáson megsütni. De olyan, hogy elég sok munka lesz vele. Jó be van csomagolva. A szeretem még, hogy jó be van csomagolva. Nagyon szeretem. Azt szerint. Vízbe jó, akkor se el kell, át kell mosni. A fontos jobb be van csomagolva. Hoppa, már véges is lett, de mindegy. Jó kis vannyú. Itt is van. Jó, alaposan átmossuk. Hát túl látod, mert olyan sok munka nem lesz el. Hát sajnos, hogy vízben jó meg kell mosni. Mert még vannyú, ami nem ettem. Nyulat jó alaposan megmossuk. Minden megmossuk a csapvíznél is, ahol folyik a víz. Itt a másik VH-ből sót tartó. Só. Jó, alaposan megsósuk. Én nem tudom, nagyon szeretem a sót. És láttam a videó. Vedd a mellébe.
És akkor tesszük a víz, és akkor betesszük a hűtőbe. Hát én nem tudom is most mit mondjam, szerintem az a vannul, vad állatok, az a nyásos süt, az szerintem nem a ételületem. Én nem étek a nyás vannulakon, vad állatokon, hogy kell őket megsújtni, bepászolni, az nekem nem a ételületem. Na minden, kétlen múlva meg fogok próbálni megsújtni, de fogok. Igen, beelkezdtük a vadnú sütésbe, főleg a nyáson. Nyáson jól be kell fűszerezni, jól be kell foghalmázni. Tehát jól be legyen foghalmázva, ehhez két napban hamarabb el kell készíteni a foghalmát. Akkor most kezdjük is el, hogy készítsük el a foghalmát. Le is kezdtem megpucolni a foghalmát. Megcsinálok a foghalmakémet. Mödörbe be. Elvágó kés jobban össze tudja szeretelni. Én szerintem két kés nem is kell. Megpróbálom megcsinálni, paprika kérem, itt a majomézt csinálnám. Azért most egy jó külön puszolni. Nem tudom, milyen foghalma lehet. Milyen könnyű ez megpucolni. Be van az egyetlen érve. Nem mindjárt úgyis összevágja a gép. Hoppá, ez már el is pattott. A foghalma el is lett pucolva, elég gyorsan. Itt is van, ebben is van. Akkor beletesszük ezt együtt. Egy kis olívaolajat nem állt el beönteni. Ha sok nem kell. Most ezt a részét is kihasználom. Lehet ide kellett volna üteni olíva volt, de most már mindjárt. Akkor most már csak a konyától kéne keresni. Szerintem olyan sem jó is lesz, én úgy látom. Szerintem jó is lesz. Rá is leállodni. Visszatenni. Azt is álltál. Azt meg.
Különös a foghalnak elkészítés. Igen, most minden meg is nézzük, mielőtt, hát még ezen még hullától kell még. Egészen nem napította jó össze. Itt van egy kis lapát. Akkor megint elindítsuk a gépet. Kár, nem lehet bemutatni a gépnek a márka nevét, de biztos vagyok, mindenki tudja. Egyébként többször meg kell ismételni. Visszatenni. A végén pársa meg kell csinálni. Nem kell megbojítani, azt hittem jó, hogy nem lesz jó, majd csak baleset veszélyes. Szóval párszor meg kell ismételni. Jóppa. Jó, szerintem jó lesz az már. Hol lesz a mia? Vigyázz a kés, mert nagyon éhes. Késsel vigyázni. Na, mert biztos elég lesz a nyuszinak, nyúlnak.
aztán mindet kivettem ma. Még egy kis olívaolajat teszek hozzá. Holnap az a nyúlat el is készítem. Elkészültük a fokhalmát, jól felapítottuk, akkor most már be kell tenni a hűtőbe. Azzal a következő napon elveszem a nyulat, és el fogom készíteni, be fogom vele fokhalmázni a nyulat, és befűszerezem. De a fokhalmát mindenkivel be kell tenni a hűtőbe, de nem a mély hűtőbe. Közben mondd az Zoli, hogy hogy készítetted elő ezt a nyulat, amit most meg fogunk sütni. Igen, benne vagyok. Igen, most elkészítsük a nyulat, de mielőtt feltesszük nyulat sütni, két napig bepászoltam, befűszereztem, fokhalmát adtam hozzá, ami bóban vettem kis fűszert hozzá. És a két napig adtam állni, hogy be legyen pászolva. De most el is kezdjük begyújtani. Kiállt egy kis pangácsot, ha könnyen legyen begyújtani. Először kis apró fával. Most mindenképpen meg akarok próbálni hagyományosan megsütni, ahol vadászok sütötték valamikor régen. Időközben felraktuk a hagymát. Igen, időközben a hagymát felraktuk.
Megpucoltuk a répás zöldséget, ami szükséges lesz a vadasmártáshoz. Meg elkezdtük tüzet gyújtani. Tüzet gyújtottunk. A kicsi most szeltáljuk a... Le fogjuk reszelni. Reszelni a... Répát. Répát, meg a zöldséget. Zöldséget. A... Kis lyukúreszelő. Kis lyukúra. A vadasmártás ez előbb úgy kezdődik, hogy a hagymát meg cukrot lekaramellizálunk, és bele a répán zöldséget, azt szét kell főzni teljesen krémesre, és utána pedig fűszerezzük majd só, bors, fűszerpaprika, kömény. Akkor egy bonyult. Hát annyira nem bonyolult, mert mustárt kell bele tejfő, és annyi. Babérlevél. Hát igen, ez egy egyszerűbb, összetettebb étel, mint amit Zoli bácsi szokott készíteni. Hát egy egyszerű ételket szoktam általában. Hát ez relatív, hogy kinek mi az egyszerű. Hát egy szakaszokat biztos nem tudnék felvenni a versenyt. Hát most is kell. Egy szakásra főzök, egy hivatásos szakásra főzök most. Igen. Egy topiva. Hát én már 15 éve főzök. 15 éve vagyok a szakmámban. És hál' Istennek, hogy elég sok elismerést kaptam már. Hát, ugye mi Zolival ismerjük egymást már gyerekkorom óta. Igen, igen. Ahol már mondtam, a apjával dolgoztam együtt. Szerintem egy 20 éve biztos ismerjük már. Biztos, biztos, biztos. Na, a vasat elveszünk, nem, ne legyen forró. És hogy csináltad azt a nyásat, Zoli, ha megkérdezhetem? Nyásat? Sokat gondolkodtam ezzel. Egyébként sokat kellett agyalni. Hát néztem sok videót a YouTube, de sajnos ez a nem nagyobb baj, hogy angol nyelvűek voltak, és mi kellett találni. De végül csak elszebbő ősapai, valahogy így csinálták, a nyáson sütötték meg, amit vadásztak, amit lelőttek, van első módszer csinálták, oldották meg. Vannak ott a fá is lehetne, de mégis nem akarom most pucítani a környezetünket. Nem akarom egy fá szak. Akkor be is tesszük. Belerakhatjuk. Belerakhatjuk. Csak ne is kell kavarni. Nem kell, ezt most így, jó. Így várjuk, hogy széjjel följön az egész. Akkor meg is van. Csillog egy közelik kipelzetőt. És akkor ezt megvárjuk, hogy széjjel följön teljesen. Dobunk bele egy kis babérlevelet. Időközben a zsemblengombócnak beáztattuk tejbe. Mert azt is fogunk készíteni hozzá. Vadassuk el. Már kezd pirulni a vadasmártásnak az alapja. Ugye benne van a babérlevél, a vöröshagyma. És ezt perceken belül be fogjuk fűszerezni. Én előkészítettem mindent, hogy a márkajelzés ne látszódjon. Jó, ne nagyon. Nem tudom, még kötőszűnek ebben márkajelzése. De úgy látom, mindig van olyan ember, aki kicsi kötőszködik. Igen, mindig vannak olyanok, de nem baj. És akkor teszünk bele egy kis ételézesítőt. Igaz. Hát én is szoktam mindenbe tenni, de... Szeretem én is. Sokan azt mondta, nem kéne, nem igező, nem egészséges. Hát a manapság akkor mi egészséges? Manapság semmi. Manapság minden kajához kell valami ételézést. Babból szoktam tenni. Az a helyzet, hogy az embereknek a 90%-a, ugye az ízlelő bimbójuk rá van állva arra, hogy elvárják, hogy ezt az ízt kapják. Már hogyha... Delikánt nélkül próbáltam főzni, és igenis voltak visszajelzések, hogy nem olyan.
Nem olyan, mint amilyennek lennie kell. Én szerintem sem volt. Mert hiányolták azt az ízt belőle. Igen. Szerintem is. Hát lehet, hogy nem tudom, valamikor régen lehetett ételízesítő nélkül főzni, csak már sem az nem hiszem meg. A régi öregek használtak ugyanúgy ételízesítőt, mint most mi. Igen. Csak ők szárított zöldség szárított formájában. Jó, éjtem. Fulat, hogy ember mindig tanul valamit. Igen. Na és akkor már, hogyha így látod, hogy szépen le van pirulva. Jó, akkor be a mustár. Belerakunk egy kis mustár. Szépen elkeverjük. Akkor mi az a parázs a tűz, ami várni kell, jó? Hát még egy kicsit, hogy égjen le, aha. Egy nagyobb füstös lesz. Igen. Meg nagyon külsőre meg fog égni. Ami nem akarunk. Na és látod, hogy ilyen krémet kaptunk. Krémet kaptunk. Most egy kicsit felöntjük vízzel, és utána a végén behabarjuk egy picit tejfölre. Ugye belönt van a babérlevél. De az is fontos, azt is nagyon tudom szeretni. Babérlevél. Fűszerpaprika, mustár. Ételízesítő, só. És akkor ezt főzzük. És látom már, hogy eleve sűrű lesz. És ugye, hogy fog szétszőni benne a hagyma. Egy jó szagon, finom, jó illata van. Nézzük, hogy mustár illatot is. Ahogy főni fog össze, ez majd folyamatosan fog sűrűsödni. El kell mondani, hogy az átézi vízzel főzünk. Ha nem átézi van, akkor nem, akkor nem is én vagyok. Igen. És akkor azt hagyjuk így főni, egy 10-15 percig. Hát jó, ez 10 is van nyugodt. Addig csináld meg nyugodtan a nyulat. Én addig megcsinálom a habarást hozzá. Első kis közelképet. Na de hoztál olyat, amit én nem hoztam. Kézsélező, nem hoztam. Kanola. Kanola. Jó néz ki. Jó néz ki? Jó, viszont. Sajnál nem nagyon tudtam beletenni. Hoztál spárgát, hogy hogy akarod látni? Ott látni? A hógozott gyolt, jó? Nem jó? Jó. Jó. És erről nem bírod felszúrni valahol? Mi? Itt párva, itt a... Jó. Ez nem jó? Akkor nem is kell. Mert akkor itt is van egy lyuk. Akkor nem is kell. Akkor ez el is van készülve. Akkor várod meg a parást. És akkor ugye ott átszúrod. Átszúrod. Tegyek oda vasat, nem kell. Esetleg. Össze tudod drótozni, jó úgy. Jó. Ezt pedig beletöltsük a vizébe, a hasüvegbe. Hasüvegbe? És akkor vele fog együtt sülni. Ja, a kőtét elfelejtettem, hozzá majd vettem. Így. De már minden évvel eltesíti. Akkor drótozom le, nem? Várjál, még egy pici hagymát is tegyünk bele. Tegyük bele hagymát is. Még nem is gondoltam volna, hogy vannyúvat fogok készíteni. És ugye szoktuk tölteni a hasüreget különböző fűszerekkel. Viszont. Na, így, és itt kéne összeszórjuk, hogy lehessen ki belőle. Mindjárt segítek mi. Oké. Okay. Ugye, hol a vége? Ott. Én szerintem elég is. Okay.
Jó fokhagyma. Fokhagyma, szeretek fokhagyma. Ez is egy legfontosabb alapanyag főzésre, fokhagyma. És különösen jó a vérnyomás. Vérnyomás is? Által rendes hagyma, hogy tisztítsa által ereket. Igen. Akkor csigaz lehet. Igen. Összevartuk a... Több kell, vagy nem kell? A hasfalát. Így amit beletöltöttünk, nem fog kijönni, kiesni belőle. Akkor nem kell több. Esetleg még egy picit összedrótozunk ehhez, és akkor nyugodtan tudod majd forgatni. Elég. Elég? Jó. Meg is vagy dolgozva. És akkor kész is. Kész is. Zoli bácsi. Akkor teltem el tűzre. Jó, nem lesz jó. Miért nem lesz jó? Mert nem fog. Akkor... Kell vajját, jó? Jó, szállhat van. Itt ebben. És akkor jobban hozzá kell. És jó lett volna valami megmosni. Össze akarod? Igen. Igen, van így, nem? Mint két lábbal, meg kell azt ide kutatni. Ez a kettő? Igen, már nem fog. Akkor van a két lábbal. Hát akartam csinálni ezt vazas masat. Akkor azt mondod, a kereszt lassan fog. Igen, igen. Már megbáltam, nem csináltam keres vasot. És még ide. Nem, akkor még a hátsó lábára tettünk. Kicsit elé húzunk. Jó. Azt most nem tudom, hogy kicsi meg fog megenni, rá fog tapadni. Össze fogja húzni, aha. Össze fogja, akkor ne is nyúlak hozzá.
Hogy így egy kicsit. Egy kis, tegyek el kis fát. Közben fontos, hogy a habarásnál hogy a hőkiegyenlítés meg legyen. Azon fog össze menni nyugodtan, hogy jó lesz. Jó lesz? És közben behabartuk a vadasmártásunkat. Nem. Pici mustárt. Avel meg is vagyunk. Közben sül a nyúl. Elkészült a mártásunk, és most pedig a zsemlegombócot fogjuk megcsinálni hozzá. Ez egy ilyen enyhén mustáros, sárgarépás, savanykás masszát kell, hogy kapjunk. De gondolom sokan tudják, hogy mi a vadas. Te mióta főzőzöldben? Gyerekkorom óta. A videózásban. Már azt hiszem, tavaly kezdtem el főzni videózásban. Szeretnél csinálni? Na, igen, mert enni csak kell. Hiába mondják, hogy nem ezt. Sok ember azt mondja, hogy nem szokott enni. Enni, ezt kell, hoppa. Látod, már kezdi ráhúzni? Kezdi ráhúzni? Majd a lángot egy kicsit arrébb kell piszkálni, ahol a nagyja, hogy az elejét is érje. Elét is? Uh-huh. Ele? Jó. Ez össze csak tanultam. Úgyhogy egyszerre. Jó, most ne is tegyél rá majd, mikor egy picit csillapszik, akkor egy-kettő darabot rakunk rá, ahogy... Ja, oké. Okay. Ajj! Már most már lekezd egyet forogni. Ez? Próbáld meg. Én nem nagyon. Még nem húzta rá teljesen? Nem. Rak fejjed.
Most két olyan... Fog meg mondani, hogy pályát fogjátok kapni. Zárkám fel? Aha, kettő. Így jó? Úgyhogy ne nagyon kapja a láng, de viszont a hő mégis érje. Akkor jó, azt még csak megoldjuk. Most felrakom a vizet melegezni. Az átézi vizet. Igen, a legfontosabb. Meg videó nem is volna, nem volna átézi víz. Jó, amúgy én szeretem az átézi. Én szeretem. Szeretem. És abban fölve nincsen vegyszer. Mégis csak rendes vízbe kórozva van. Igen. Amaz meg klóros meg. Hányszor tisztított meg. Igen. Ez akkor egyszerre tisztított. Igen. Mert fürdni is jó átézi vízbe. És nincs olyan nagy... Azonban én is vagyok, több vagyok egy másánál, mert már kannába hoznám vizet, hogy fürdni benne. Uh-huh. Így is szakadnak egy picit nekem a külök. Másik oldalra is meg kell szűrni. Ez így jó lesz így. Így jó lesz? Jó lesz. Urát, itt már nagyon megsült. Hát fog ez még sűrni, nem? Hát fog. Akkor jó. És akkor közben összerakjuk a zsemlegombócot. Zsemlegombócot? A vizet felraktuk főni. Itt az áztatot. Itt az áztatott zsemle, és akkor befűszerezzük só, petrezselyemző, apróra vágott hagyma, látod Zoli bács, hogy így kell, nagyon apróra. Akkor nem kell aprítógép. Egészen jó az a gázcsütő. Oha! Hát ilyen 60-70 literes edényeket is rá lehet kapni. Akkor tényleg nagy üzemi lett. Hát az nagy. Beleütjük a tojásokat. Ahogy Zoli bácsi szokta mondani, a tolás. Igen, én már nem mutató tojás, csak tojásnak. Igen, neked ez a szlogen. Igen, már. Igen. Rátom a tojás, a tojás. Igen. Csak így mutat a tojás. Tojást már nem mutatok. Igen. Összedolgozzuk. Hát most véletlenül kihagyjuk a drognósátot. Pedig jól illene bele. Jól illene bele? Biztos, hogy jobb benne. Nem jutott eszembe. Csapag a zsírja. Hát igen. És látod, hogy ennek ilyen pépesnek kell legyen. Pépes? Mert ha nagyon keményre csináljuk a gombócot, nem fő meg. Ne? A belseje nyers marad. Az nem jó. Én költ a paprikát a sattól féltem mindig, hogy nyers mehet a közepbe. De még csak jó is. A hús? Igen, amikor csináltam a töltött paprikát. Szeretem én is. Nem marad nyers, hogyha nem olyan vizsás a töltelő. Már hogyha nagyon vizsás, akkor megkeményedik a hús, és nehezebben fővál. Hát ez egy víz, elég lesz, mert elmények mi voltak? Szerintem elég, hát már nem kell semmihez. Esetleg inni, mert még itt van egy kevés. Most, hogy teljesen összekevertük, még látjuk, hogy egy picit híg, tudunk rajta sűríteni.
Ugye én is már régóta vágytam erre, hogy Zoli bácsival együtt közösen főzünk. Igen, azt gondolkodtam, az, hogy néha majd csinálunk, nem van meg. Igen, mert hogyha megint itt lesz a második hullám. Hullám után, mert nem, megint nem fogunk semmi. Igen. Mi jó, idekint nem kell maszkot viselni. Igen. Még attól figyelj, azt mondom, hogy csinálom már még hamar. Már vidéki jelkel már nem is megcsinálni közös videót. Már félek, hogy eljön egy vidéki, akkor megjövök másik hullám. Igen. Legalább most hát jó Isten, meg tudtuk csinálni. Úgyis apukáltal nagyon jó volt dolgozni. A 20 éve ismerünk egymást, biztos. Hát 5-6 éves volt, amikor igen. Ott a téglagyárban emlékszem, még pici igen. Gyerek igen, voltam. Igen, segítettél pakolni a téglagyárban. Igen. Volt. Szoktam használni egy különös fűszer. Ennek igen, az a neve, hogy... Én tudom, hogy ki volt már ez. Argentin grill. Ez egy kikil. Ez nagyon sok fajta képen lehet. Sok fajta? Ajánlom majd a következő pákolásokat. Nagyon jó. És ebben nem kell se só, semmi. Ez jó. Hát csak rádörzsülöd a húsra is kész. Kész. Tehát az is két napot kell hagyni, nem? Igen. Akkor minden pácolásra két napig hagyni kell? Hát ugye én volt, hogy pácoltam is. 3-4 napot is hagytam. Akkor a húsa nem romlik meg. Nem már, hogyha be van pácolva. Ja, akkor. Elmondom neked, hogy a vadászok a vaddisznót, mikor leülik, 3 napig hagyják a bőlébe. Bőlébe? És utána nyúzzák le. Az igen. Sok minden meg tud ember. Csak közös videó kell. Igen. Hát az Zoli bácsit is. Mind ja, mind a ketten benne vagyunk? Igen. Jó. Tényleg nagyon jó az a pász. Ha tudtam volna, hogy létezik ilyen pász, akkor azra tettem, hogy nem ez egy olcsó pász utánozott. Ha ilyenre van szükséged, szóval jó. Jó, oké. Okay. Nekem nagyon sokféle pászfűszereim vannak. Giroszos, sülcsirkés, stékes. Stékekhez. Legközelebb a csirkét is tudok nyársz. Meg külön van sült krumpli fűszersó is, ami... Másfél kilót kiszedelésben van. Köszönöm. Jó, tehát mi van, vagy jó? Na most kell egy-két darabokat dobálni rá. Hát? És így hagyni, hogy folyamatosan egy-két darab fa legyen alatta, és parázsit legyen. Akkor vékony, vastagot? Közepese. Azok jók. Olyat, aha. Abból vagy kettőt. A zsemlegombócokat pedig olyanra csináljuk, mint a grészgaluskát. Ugye felforrt a vízünk, és kicsi nagyobb kász adni neki. Visszavesszük egy picit, hogy ne főjön szét, igen. És ugye ahogy vizes a kanál, úgy szaggatjuk, mint a régi öregek, a grízgaluskán. Na, szörnyi, átézi vízből van, lágy víze. Biztos finom lesz. Igen, gyerünk. Nem túl sokan mi tényleg átézi víztől? Hát, tudod a mai emberek milyenek. Igen. Dezsi keresett az imént. Tudod, a medlipszes. Ja, igen? Uh-huh. Meglipszes? Tudod, Szlovákiában. Ja, ja, tudod, az meg is kezdtük, ezért nem el. És akkor ezt hagyjuk így szépen. Ezt hagyjuk. Főjön. Hány tányért raktál oda, Csengi? Kettő. Jó. Kivettem mind a kettőt. Igen. Tudom, elmegyek, húzok egy vizet. Jó. Hát ez nem olyan
későn készül el. Késő van hamar, mert ugye igazságából lesz kész. Igen. Mutasd a nyolat addig. Hú, itt nagyon meleg. Zoli bácsi szalad. De jó lett volna legalább kis poharat hozni. Jó. Azt kell vetenem. Silanyúl. Közben ennek csöpög a zsírja. Itt terítenek. Én már nem kell. Közben Zoli bácsi elment ártézi vízért. És itt pedig terültek. Visszadik. A tantára jön a füst. Nem baj. Nyulat mutasd meg. Elég szép. Kamerás leszek, esküszöm. Hát visszakapcsoltam. Ja? Mert már kikapcsolt magától automatikusan. Jó. Finom, finom. Ennek a nyúlnak jól meg kell sülnie, hogy ne legyen nyers a közepe. Thank you.
Addig, hogy ne legyen unalmas a felvétel, addig kikapcsoljam lehet legfeljebb. Addig még nem jön vissza Zoli bácsi. Igen. Addig mi elkészültünk. Mutassa. Mi elkészültünk a gombócokkal, a vadasmártással. Szépen tart takarékon, parázson szinte. Sütjük a nyulat. Ez egy vadasmártás. Miből áll? Répából, fehér répából. Igen. Hát a fűszerekből. Milyen fajta fűszerekből? Piros paprika. Igen. Delikát, só. Bors. Igen, egy kis lit, nem? Tejfölös saborás, igen. Igen. Meg... mustár. Babérlevél. Vörös hagyma. Mi leszel, ha nagy leszel? Én? Hát fodrásznak gondolkodtam. Na most már csak várnunk kell, hogy a nyúl megsüljön. Na akkor Zoli bácsi megérkezzen. Na akkor Zoli bácsi megjöjjön az Ártézik útról. Az messze van? Na hát annyira nem, itt van pár utcával arra. Na hát az egész jó. Akkor egy pár perc is kész lesz minden. Bár még a nyulat várni kell, hogy süljön. Na, én mutasd meg a nézőknek a nyulat. Ott egy kicsit, mintha látszódna a vére, vagy nem? Hát már még sűrű, lányom. Mi egy kicsit leülünk pihenni, közben nézem a nyúlat is. És itt a vadasmártás, és itt van benne a babérlevél. Meg még egy. Mondd el, hogy a zsemlegombóc miből áll. Vigyod, és akkor mondd. Hát beáztatott tejbe, beáztatott kenyérből. Kicsit időbb hozzuk. Tejbe beáztatott kenyérből, kis delikáttal. Igen. Vörös hagyma, só, bors. Mert... továs. Amúgy nem direkt mondtam, így csak véletlen. Hát igen. Ha már ez a Zoli bácsinak a videója. Már régóta szeretett volna egy ilyen közös videót. Na itt van. Tettük rá egy kicsit tűzre. Igen. Jó, most elgyűlök.
A mai főzési videó legjobban köszönhetem Dánfogi Üdülőközpontba. Békés Dánfogi Üdülőközpont, és egy vendége volt egy mester szakás, hivatalos profi szakás, Vas Imre Zsolt. Mikrofós? Oké. Okay. Prima. Na akkor, mit csinálunk most, Zoli bácsi? Most levetjük a nyúcsikát. Ráteszünk ide a tárcára. A doltot kiszabadítsuk. Elviszem vasat megmosni. Nem kéne megmosni. Csak vasatot. Közben fölnyitjuk a hasüreget. Ahol benne a hagyma. És a sárga répa. Levesszük az első lábát. Csak meleg. Meg még ott kellett volna. Nem bírom levágni, mert meg fúrva. Hát akkor ott itt várja. Thank you.
Nem sokkal lesz a kóstoló. Igen. Villa. Hát itt van. Na és akkor. Itt van kettő. Itt a második. És itt van egy kés, hol a második kés? Ide hozod a másik tányért kicsim. Hát ez lehet, hogy benne voltam. No. Elkészültük? Akkor tartsa be a kóstoló. Ha nem, először teljesítegye kellünk. Kettő. Na. Megy a felvédő. Ja, akkor el is készült az a vagynyulat megsütöttük, az a pecihezítás, vadas rátás is elkészült. Zsemlegombosó. A vasimilyen pecihezítása. Most megkóstoljuk a nyulat. Most már a tiszta vatás megvan. Jó. Jó, úgy tudom, én is azt mondom, jó. Jó lett, finom. Jó. Na milyen a vadas, Mártán Zoli bácsi? Jó, jó. Nagyon jó. Én leülök enni. Persze, hogy annyi el is sok bubizalba. Valahol nem vagyok éjjel. Nem? Nem. Mert? Jó. Jó, olyan biztos ízben van. Biztos? Kicsit szerint nehéz lágos a hús van. Száraz inkább. Száraz?
Mert a vadnyúl az nem zsíros. Tudom. Nem zsíros? Uh-huh. Hiába tettem be a szalonát akkor. Még a bajnok eltett ma a kis szalonát hozzá. És milyen a zsemlegombolt a libása? Nem akarom, hogy akkor sem. Akkor az a zsemlegombos. Jó? Jó. Azt mondják, hogy akkor jó az étel, ha az ember csendben van a kevés közben. Igen, nem tudtam. Érzik, hogy vad. Én érzem rajta. Mert ugye szárazabb a húsa. Szárazabb. És látod, hogy jók ezek a fűszerek? Jók, ez még jó. Csak tudni kell bánni velük. Amikor te lehet azt mondani, fűszer nélkül már nem is lehet főzni manapság. Hát nem, de mondjuk nem muszáj ez a puccos fűszer is. Nem. Jó régi hagyományos fűszerezés is. Te néha nem állt, ha hát ízesítő előkerül. Igen, az ételízesítő az... Az jó. Hát már megjuttam utána valamit. Szerintem jól sikerült. Jó. Ugye? Jó. Jó. Nekem már jó volt. Nem tudom mit. Akkor ugye kikapcsolhatom? Majd még Zali bácsi úgyis elköszön. Újra egészen te legy, minden te legy. Igen, így vagyunk a Dánfokon, mégis azért tüzet úgy ott hagyni nem lehet. El kell oltani. Ott van még az én üzem. Azt is jött semmel? Persze. Nekem már nem kell most már. Eleget lőtöltem. Kikapcsolhatom? Vagy még? A vízpartner. Hát most az a vadhús, vadmártás nagyon finom volt. Nagyon szépen megköszönöm, hogy ma vendégem volt Vas Imre, mesterszakás. És nagyon szépen megköszönöm Dánfogi Üdülő Központba, hogy megengedte, hogy forgasson egy videót. Ha tetszett a videó, remélem kicsit tudtam segíteni a videóval. Ha elnyerte a videóm a tesztelését, kérem lájkoljanak, kommenteljenek és iratkozzanak fel erre a videó info kötőre egy csatornára.
Hello, 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 sziasztok!